el a fazékból. Az ételek sava borsa. Vinkó József műsora. Szép délutat, jó főzést mindenkinek! Ma Rejtő Jenő híres szakácsáról, a Nagy Levinről lesz szó. Őt talán még azok is ismerik, akik nem nagyon kedvelik Rejtő regényeit. Bevallom, én a rajongók közé tartozom. Sőt, szerintem a regényirodalom legjobb első mondata mindenképpen Rejtő Jenőjé. Négy különböző nemzetiség képviselője volt az asztalnál. Egy amerikai gyalogos, egy francia őrvezető, egy angol géppuskás és egy orosz hússaláta. A gyalogos, az őrvezető és a géppuskás a padon foglalnak helyet. A hússaláta az asztalon egy tálban. Az idő délután 7 óra. A helyszín a Grand Hotelnek nevezett deszkaviskó Rakmárban, egy távoli eldugott afrikai oázisban. Az ajtón cégtábla. 5 órai gabonapálinka! Esténként az úri közönség verekszik! Kitűnő széklábak! Megbízható elsősegély! Belépés díjtalan! Kilépés bizonytalan! Az orosz hússaláta bizonyos Brigeron műve, aki foglalkozására nézve félszemű rabló, valamint a Grand Hotel tulajdonosa. A francia őrvezető miközben udvariasan kiveszi a hússalátából az alig használt petróleumos lámpabért, őszinte köszönetet mond a tulajdonosnak. Nagyon finoman készíti az ételeket, barátom. Uram, Levinnél tanultam a szakácsmesterséget. Senki nem tudja, ki az a Levin. Mitől híres? Hol lehet a vendéglője? De a Grand Hotel tulajdonosa olyan roppant büszke pirulással mondja ezt, és olyan nagy erejű ember, hogy senki nem meri megkérdezni. Pedig hamar kiderülne, hogy Levin legalább olyan eredeti alak, mint Piszkos Fred a kapitány, Fülig Jimmy a matróz, Csülök és Galamba szökött fegyencek, vagy a többiek. Sőt, Levin a gasztronómia mártír inyenceinek sorába tartozik, aki egy vértanú megadásával viseli sorsát. Mint Apicius a római, aki amikor hatalmas vagyonát lakomákra pazarolta, és csak néhány aprója maradt, kiitta a méregpoharat. Vagy François Vatel a francia, aki kardjába dőlt bánatában, csak mert a halszállítmány nem érkezett meg időben. A Nagy Levin sem engedett soha az elveiből. Erőltetett menetelés közben, 50 fokban, különböző fogások készítésmódját citálta fenn hangon, vagy gasztronómiai elmélkedésekbe bonyolódott. Ezt a kéhezett legionáriusok nem vették jó néven. A 90-es évek végén főztem egy őszgerincet zöldséghaséval, fokhagymással. Én ezt úgy csinálom, hogy egy jó fél kiló szalonnát nyárson kiolvasztok a sült felett. Ha azonnal nem hagyja abba, kitolom az egyik szemét hüvelykújjal. A másik az én dolgom lesz. De uraim, ez csodás étel. Én ugyanis nem sütöm át az egészen, hogy ízes maradjon. Valaki fejbe vágta egy csajkával. A legionáriusok kissé mogorva emberek. De Levin álmában is recepteket mormolt, és a kéhezett katonák el akarták ásni. A szakács azonban hajthatatlan maradt. Úriember még a sivatagban sem rakja a burgonyát arra a tányérra, amelyből a húst eszi, csak azért, hogy a sült leve összekeveredjen a körettel. A halat pedig frissen reszelt péksüteményből készült prézliben kell rántani, és csak is felcseperedett kispolgárok eszik az articsókát vajas morzsával. Amúgy jóra való katona volt Levin, békés, sőt jámbor természetű. Ám időről időre megvadult. Ilyenkor pénzt lopott valahonnan, betört, esetleg leütött valakit az utcán, aztán megszökött, beült egy vendéglőbe, és a sárga földig leette magát, sült hússal és krémes süteménnyel. Esetleg gesztenyepürét és török mézet rendelt, mert szerinte ez két igen előkelő étel. Aztán jelentkezett a legközelebbi őrsön, és várta a büntetést. Fél évig semmi baj nem volt vele. Aztán újra kitört rajta a krémes vész, vagy a
kotlet veszettség, és megint kezdődött minden előről. Pénzszerzés, szökés, evés, magánzárka. Ezért szolgálta 10 éve az 5 esztendőt. Ain Szefrában például ez az utolsó vasútállomás a sivatag peremén, amikor elfogták, körömszakadtáig védte a pulyka hátulját, és erőszakkal kellett kicsavarni kezéből a palacsintát. Pedig Levin semmi más nem akart, csak főzni és enni. De csak nadrágszabó volt. Aztán a Cape Towni fogházat, ahova Levin betörésért került, egy alkalommal meglátogatta a Velszi herceg. Levin őfelsége lábai elé vetette magát, és felkiáltott. Sir, szakács szeretnék lenni. Meggyőződésem, hogy ha minden ember kedve szerinti hivatásából élhetne, nem volna bűnöző a földön. Sir, hagyjanak főzni, és én megjavítom az emberiséget. A trónörökös annyira megdöbbent, hogy ott hagyta a fogdában hajószakácsát. Így tanult meg Levin főzni. És így indította el a börtönben a rabok főző tanfolyamát. Az egyik tanítványa volt Brigeron, a félszemű rabló. Levin híres is lehetett volna, akár a század nagy séfjei, hiszen szabadulása után a londoni Savoy Hotel szerződtette, és fényképe megjelent az újságokban egy borjú frikandó és egy szánysegéd társaságában. De a legendás szállodából vasra verve vitték vissza a börtönbe. Rejtőnél a dolgok és az emberek csak azért javulnak meg, hogy újra el tudjanak romlani. Pedig ha a kriminológusok és a politikusok hallgattak volna Levinre, hamarabb a nyomára jutottak volna egy-egy bűnözőnek. A nagyséfek ugyanis nagy lélek búvárok. Levin is pontosan tudta, melyik bűnözőnek milyen a gusztusa. A rablógyilkosok csak nyárson és roston sült húsokat készítenek jól, azt is csak egészen angolosan. Az orgazdák és besurranó tolvajok specialitása a hal. Igazi tyúklevest és főtt marhahúst a zsarolók készítenek, viszont az édes tésztát, habos dolgokat a leánykereskedők és zsebtolvajok tanulják el leghamarabb. A Három testőr Afrikában című regényben és némiképp az egész életműben kitüntető szerep jut egy ételkészítési módnak, amelynek puszta kimondásától Levin szinte elalél. Ez a paradicsomos omlett turbigó módra, illetve marinírozott halszelet turbigó.